Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm mindnyájukat, és nagyon köszönöm ezt a találkozást, hogy így együtt imádkozhatunk elhunytakért és élőkért. Mert az életnek a titka ez az egység, ez a bensőséges találkozás. Minden emberi, és különösen minden Istennel való találkozásban az ember ajándékot ad és kap. Adni annyit kell csak, hogy itt vagyok. Jelen leszek. Ugye az Isten mit készített nekünk? Az elhunytakon keresztül, az ő szeretetén keresztül, ez az ő titka. És minél jobban jelen vagyok, minél inkább átélem ennek a néhány pillanatnak, ennek a néhány percnek a valóságát, annál többet tudok majd magammal vinni. Engedjük, hogy a szívünk így kinyíljon, így legyen jelen, és gazdagabban, többként, emberi méltóságunkban, gazdagabbként menjünk tovább. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Bűnbánat az a pillanat, amikor ráhangolódunk a belső üzenetünkre, a jelenlétünkre, a bírósági, ügyészségi, rendőrségi dolgozókért, valamint az ügyvédi kamarában és a közigazgatásban szolgálatot teljesítő elhunyt és élő alkalmazottakért, továbbá családtagjaikért imádkozunk. Jóna, ami a Istennek, és te testvéreik, hogy sokszor és sokat kétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, igen, nagy védkem. Kérem ezért a boldogságot, mindenkor szemlőtelen szűzmányát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreit, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
Könyörögjünk! Istenünk, Te mindenkor irgalmas és könyörületes vagy. Könyörülj gyermekeiden, akiket elszólítottál ebből a világból. Mindazokon, akik benned hittek, akik keresték veled a kapcsolatot, és reménykedtek az élet valóságában és teljességében. Bocsásd be őket az örök hazába, és tedd őket el nem múló örömeid részesévé. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusokhoz írt második leveléből. Testvéreim, mivel a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme él, mint amiről írva van, hittem, azért beszéltem, mi is hiszünk, azért beszélünk. Tudják ugyanis, hogy aki Jézus Krisztust feltámasztotta, Jézussal minket is feltámaszt, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek történik, hogy minél bővebben áradjon a kegyelem, és így hálát is mind többen adjanak az Isten dicsőségére. Ezért nem veszítjük el a kedvünket, mert bár a külső ember romlásának indult bennünk, a belső napról napra megújul. A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét azt szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsátok figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök. Tudjuk ugyanis, hogy ha a föld és hátunk összedől, Istentől kapunk lakást, örök otthont a mennyben, amelyet nem emberi kéz épített. Ez az Isten kérdő. Az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna, elmegyek és helyet készítek nektek. Majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek. Ekkor Tamás így szólt, Uram, mi nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Jézus ezt felelte, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut el az atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok. Fülöp megjegyezte. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég lesz nekünk. Jézus így válaszolt. Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, mutasd meg nekünk az atyát. Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, s az atya én bennem?
A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és tettektek is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyetek. Bizony-bizony mondom nektek, aki nem hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Ezek az evangélium igéi. Néhány gondolatot, ami ugye gondoltam, hogy hogy lesz ez a találkozó, és hogy is fogunk itt együtt imádkozni, vagy jelen lenni, ami úgy bennem azt gondolom, hogy fontos, és amit úgy szeretnék megosztani. Nem új dolgokat szeretnék mondani, nincsenek új dolgok. Nagyon ritka az, amikor valami nagyon új születik meg. Az egyik az az imádság. Az a világ, amelyben élünk, megkérdőjelezi az imádságot, pedig minden ember életében ott van. Mindenkinek mondták már, vagy biztos nagyon sokan maguk is mondták, egy élethelyzetben, egy nehéz nap előtt, egy nehéz feladat előtt, hogy gondolj rám. Holnap vizsgázok, gondolj rám. Műtétem lesz, gondolj rám. Újra számot kell adnom a dolgokról, vagy lesz egy nagyon nehéz feladatom, gondolj rám. Vagy gondolok rád. Tudom, hogy ünnepelsz, gondolok rád. Nem tanultuk, a szívünk tudja. És mi értelme ennek? Csak akkor van értelme, ha az ember és ember között, élő és földi szempontból elhunyt között valóságos lelki kapcsolat van. Márpedig van. Ezt megérezzük. Hitves hitvest, szülő gyermeket, gyermek szülőt. És minél inkább érezzük ezt a lelki kapcsolati valóságot, annál teljesebb és annál gazdagabb az életünk. És ha ezt nem érezzük, akkor sivárosodik el a kapcsolatunk, az életünk. Ez a jelenlét, ez a találkozás, Szent Mise erről szól. Ezért megyünk el egy temetésre. Nem mondok semmit, sokszor sem az elhunytnak, sem a gyászolónak, de ott vagyok. Érted és veled. Mert ha ebben nem hinnék, nem mennék el. De tudom, hogy ebben valóság van. És ezért akarok ott lenni. Aztán az elhunytakkal való, akkor miért kell az elhunytakkal foglalkoznunk? Hol vannak jelen? Mert az a lelki világ, az egy számunkra ismeretlen, de nem tudjuk, hogy milyen. Nem tudom elmondani, hogy milyen az odaállt. Hogy van az Isten léte? Hogy van az ő létük? De azt tudom, hogy jelen vannak. És sehol sem jobban, mint itt. Mert nem valahol. Az a létnek egy más valósága, amit mi nehezen élünk meg, de látjuk. És amikor gondolunk egymásra, amikor izgulunk a másikért,
akkor azt mondjuk valójában, hogy az Isten világán keresztül, akkor is, ha fizikailag messze vagyunk, össze vagyunk kötve. Mert a kapcsolat közelsége, az nem a fizikai közelség, az mindig lelki közelség. Mindjárt megtapasztaltuk már, hogy valaki ott ült mellettem, vagy az asztalnál szembe velem, és éreztem, tudtam, nincs itt. Nagyon messze van. De lehet, hogy telefonon csak egy mondatot, egy szót hallottam, nagyon messziről, és éreztem, tudtam, velem van. Itt van. A közelség, a kapcsolat, a szívünk valóságának egysége, az a lelki jelenlétem és a lelki közösségem. És a másik, amit az evangéliumban hallottunk, ami azt gondolom most így, itt, ebben a szándékban, ebben a gazdagságban, ahogy együtt vagyunk, igaz, amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nem a bírósági igazságról akarok beszélni, meg nem az életnek, a bűnözőknek, vagy bárkinek is az igazságáról, vagy a törvény betartásának igazságáról, hanem az élet valóságának igazságáról, és az élet útról. És ebben egy óriási feszültséget élünk meg, mindnyájan, kivétel nélkül, mert két nagy erő van mindnyájunk szívében. Az egyik, hogy együtt járjuk ezt az életutat. Együtt haladunk. Együtt segítjük egymást. Akik vezetnek, én is nagyon sokat, ritkán mellettem nagyon ritkán ül valaki, de nem egyszer volt már, hogy szólt, hogy vigyázz. És nagyon hálás voltam. Mert valahogy pont kiesett egy pillanat. Az életúton felelősséggel egyedül megyünk, és mégis együtt megyünk. És felelősek vagyunk egymásért. Hogy a jó úton tartsuk. De van egy magányosság ezen az úton. És ezt a magányosságot is megtapasztaljuk. És a két szélsőség nagyon próbára teszi az ember szívét, ahol nagyon magára marad. Aki a szeretet útján akar valami nagyon többet, szebbet, az hamar megtapasztalja, hogy de elő kell mennem. Néha egyedül kell mennem. Akkor is hinnem kell benne, ha egyedül hiszek benne. És ez az a belső valóság, az a belső erő, ami előbb-utóbb mégiscsak oda vonz valakiket a szívünkhöz, mert szükségünk van a másikra. De van, amikor az ember elveszíti azt a belső valóságát, és képes, amit önök nap mint nap megtapasztalnak, hogy rosszat tesz. Az is egy magány. Az is egy magára maradottság. És abban is ott van a próbatétel, hogy állnak-e mellém, és hogyan állnak mellém. Az út, amelyen megyünk, az az emberségünknek, a közösségünknek az útja. Azért örülök ezennek a találkozásnak, mert mindig is, nem csak azért, mert most itt vagyunk, hanem mindig is azt gondoltam, hogy nagyjából nagyon hasonlít az élethivatásunk. Olyan a világ, amilyen. Úgy vezetik ez a nemzetet, világot, ahogy vezetik. De önöknek is az igazság szolgálatában, az emberek szolgálatában, nekünk is az egyházban, az egyházi hivatás szolgálatában ott kell lennünk. És az embert szolgáljuk. Mert az ember lét, az emberi szolgálat titka, terhe, öröme mindig ugyanaz marad. Csak
ott kell megtalálnunk a szívünket. És ebben az egység nagyon fontos. Hisz ahogy mi papok, mikor akarunk, ma délelőtt volt egy találkozónk, és nagyon szép beszélgetések alakultak ki, értjük egymást, értjük egymás szívét. Ha önök leülnek, elkezdenek beszélgetni, egy kávé mellett, egy szünetben, nem tudom, milyen lehetőségeik vannak, akkor önök értik egymást. És ha valaki mond egy mondatot, egy gondolatot, akkor igen, tudom, miről beszélsz, de azért meghallgatlak. Azért fontos, hogy elmondhassd. Ez az út. Az igazság az, hogy megszülettünk, és ezen az úton itt és most kell mennünk. Jézus azt mondja, én vagyok. Amikor azt mondja, jöjj, kövess engem. Amikor hogy találd meg az életednek a teljességét és biztonságát. Mert ez a szívemnek a békéje. Hogy megtaláljam életem igazi helyét. Nem csak a hivatásomban, hanem azon belül a szolgálatomban. Mert a hivatás az egy nagyon nagy, nagyon tág tér. Egy papi hivatás is. Egy óriási nagy felület. De azon belül megtalálni, hogy ez az én helyem, ez az én biztonságom, ez az én munkám. Ebben tudok kiteljesedni. Ez kell, hiszen mindenkinek kivétel nélkül megvívni. És ami a legfontosabb, Isten valamire ad belső erőt, hívást, gondolatot, hogy ezen az úton járjunk. Ahogy önök nem gondoltak, azt gondolom arra, hogy oltár mellé papiruhát öltsenek, nem a hölgyekre gondolok, mert azok felmentést kaptak ez alól a férfiakra. Ugyanúgy nekem se volt eszembe, hogy a másik oldalra üljek. Ez az Isten titka, az életnek a nagy titka. De az élet, akárhol vagyok, az élet akar lenni. És a nagy kérdés az, amikor föltesszük magunknak, hogy élet ez, amikor kicsúszott a kezünkből az élet. Mert az életet, a személyes életemet védenem, segítenem kell. És meg kell tennem mindent, hogy élet legyen. És mi ez az élet? Hogy ebben az életben ott legyen az életem öröme, ott legyen az életem szeretete, békéje. Ez egyik sem azt jelenti, hogy minden rendben van, hanem azt jelenti, hogy a mindennapok küzdelmét meg tudom harcolni, és meg tudom vívni. Senkinek nincs az élete teljesen rendben. Soha nem mondhatjuk, hogy most aztán tényleg pillanatokra talán, hogy minden rendben van. De ennek ellenére ott van az életem öröme, békéje, szeretete. És ez az az élet, ami élhető, és ami hordozható, és amellyel jól tudom szolgálni a saját életemet, a mellettem élők, a rám bízottak életét. Én azt kívánom, hogy egy-egy ilyen találkozásban, akár így, én nagyon köszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy van ez a találkozó önöknek, ez az együtt gondolkodás, egy pillanatra megállni az életben, és azt mondani, hogy vagyunk. Adjunk hálát azokért, akiknek köszönhetjük, hogy vagyunk. Akár munkatársaink voltak, családtagok, akiktől valami gazdagságot viszünk tovább, erősítsük egymást, ebben az egyáltalán nem könnyű élethivatásban, de mi ebben kell, hogy éljünk, ebben kell, hogy haladjunk, és így tudjuk átadni a ránk bízott kincseket,
jól megoldani a ránk bízott feladatukat, és hogy mégiscsak azt tudjam mondani egy-egy ilyen mérföldkőnél, amikor egy kicsit megállok, hogy de élek, élet, és ez az életet szolgálja. Mert mégiscsak a legfontosabb az élet, és csak a szép élet tudja a szép életet szolgálni, az életet erősíteni, és gazdagabbá tenni. Ehhez kérjük Isten kegyelmét, Isten jóságát, és így folytatjuk a szentmisénket. Hálát adunk a mindenható Istennek, hogy megszólított bennünket, és meghívott, hogy közösségben szolgáljuk egymást, és közösségünket, és így Isten akaratát teljesítve életünk legyen, és ahogy Jézus akarja, bőségben legyen. Add, Urunk, hogy az ügyvédi hivatásunk teljesítése során ne csupán ügyvédi eskünk és az ügyvédi törvényben írtak szerint járjunk el, hanem a te szeretetedben, a te igazságodat keresve, egymást és az ügyfeleket valóban tisztelve, a te akaratodat teljesítsük. Add meg, Uram, minden elhűlt ügyvédnek, munkatársunknak, családtagjainknak, az örök hazában, a te szent színe boldog látását. Kérünk téged. Add, Uram, kérlek, hogy a rendőrség állományából egyre többen találják meg a hozzád vezető utat, és segíts meg bennünket, hogy hazánkat és a magyar népet Szent György hitével és bátorságával szolgáljuk, az evangélium terjesztését Krisztusi alázattal végezzük. Érünk téged, Adunk, hogy a közigazgatásban dolgozók a megpróbáltatások idején vigasztra leljenek, a nehézségeket alázattal viseljék, és azok mindvégig lelki fejlődésüket szolgálják. Urunk Istenünk, te aki angyalt küldtél, hogy megerősítse fiadat a halálküzdelemben, erősítsd meg lelkünkben a boldog feltámadás reménységét. Hallgass meg, Urunk! Drága Szent Háromságos Isten, az ügyészségi szervezet tagjaiért könyörgünk, a bölcsesség, értelem, tudomány, lelke kérünk, világos is meg értelmünket, hogy mindenkor felismerjük és megértsük törvényeidet. Te erősség lelkem, vezéreld és őrizzed töretlenül akaratunkat, hogy az igazság ügyében mindenkor határozottak és rendíthetetlenek legyünk. Jámborság és az Úr félelmének lelke. Segíts abban, hogy az igazság útjain egyúttal a szeretet is vezérelje szavainkat és cselekedeteinket, és amikor az örök bíró elé kerülünk, befogadjon bennünket az örök és teljes igazság országába, Krisztus a mi Urunk által. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy a különböző hivatásrendek tagjai munkák során jól együtt tudjunk működni egymással, mindig szem előtt tartva a közjó érdekét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, az államaparátus tagjainak lelki és testi egészségért könyörgünk, hogy óvd meg minket az egyre növekvő nyomás alatt, és mindenkor a te segítségedet tudjuk kérni, mert te vagy az egyetlen biztos sziklánk és menedékünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jóságos mennyei Atyánk, eléd hoztuk kéréseinket,
Hallgasd meg kegyesen. Add meg az örök nyugalmat elhunyt szolgáidnak, akikről most megemlékezünk, akiket testvéreink a szívükben magunkkal hoztak. És segítsd minnyájukat, hogy a te szereteted biztonságában és békében tudjanak szolgálni, családjukban, hivatásukban, az emberek szolgálatában, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen. Imádkozzatok testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogad el tőlünk a legszentebb áldozatot, a bírósági, ügyészségi, rendőrségi dolgozókért, valamint az ügyvédi kamarában, és a közigazgatásban szolgálatot teljesítő elhunyt és élő alkalmazottakért, családtagjaikért. Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a békesség szerzők a te gyermekeid. Kérünk, add meg nekünk, hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot, amely egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljünk föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik őt uruknak vallják. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónat körülálló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, s velük együtt
vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek
az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vagyunk föltámadásodat, amiért áldunk. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világban. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elmúlt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljon végen Jézus Krisztus a te fiad által. Ő által, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Hittől, meggyőződéstől, világnézettől függetlenül van egy nagy-nagy egységünk. Ugyanattól az Atyától jöttünk, és ugyanahhoz az Atyához térünk vissza. Mindegy, hogy hisszük, vagy nem hisszük, ez az életünk története. És kaptunk utításokat. Most gondoljunk azokra, akikért nagyon hálásak vagyunk. Az elhunytak között, és az élők között, akiknek köszönhetem, hogy az vagyok, aki vagyok, és akik a hétköznapokban erősítenek életükkel, jelenlétükkel. Mi, Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenkor. Jézus Krisztus elküldte a Szentlélek, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitté. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljesítségét, aki élsz és uralkodod mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondom, én is meggyógyulok az Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, ajándékozz nekünk szereteted lelkét, hogy mi, akiket egyszülött fiat testével és vérével tápláltál, eredményesen ápolhassuk az emberek között azt a békét, amelyet ő hagyott nekünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön, örökké. Igen, tisztelt kedves püspök atya, 15 éve hív bennünket Jézus, hogy jöjjünk össze évente egyszer, és imádkozzunk az elmúlt munkatársaikért, akiket bántottunk, káncsoltunk néha, de szerettük és egymást támogattuk, és a Jóisten ideje megvette engem. A jog igazság és igazságossága, az Isteni törvényi jog és igazság igazságossága sokszor messze áll. Emiatt botlatozunk az életben, akik itt állunk előtted. És ez az a kérdés, amelyen nehezen küzdünk meg a napi munkában. Néha az törvények alkalmatlansága okán, de bevalljuk, hogy saját gyarlóságunk miatt is. Rossz rágondolni, hogy hányszor gondoltam magamat is farizeusnak. Úgyhogy, kedves püspök atya, gondolj ránk. Imáinkban gondolj ránk, ránk vér, és rámelele a valamennyi hivatásrendre, amelyik előtted áll. Kegyelmi ajándéknak tartjuk, hogy köztünk vagy. Nagyon fontos, hogy itt vagy. Mindig tudom, hogy új impulzust kapok, mindig tudom, hogy mélységeket kapok, mindig tudom, hogy vakánságot kapok. Ehhez a következő életünkben, és ezt most jó értelemben is látom, valamennyi hivatásnál, amit áll előtted, nevében mondom, hogy hálásan köszönjük, hogy itt vagy és eljöttél közénk. Azt mondta egy székely ember, ha a mi szűzanyától kérünk valamit, az megtörténik. Úgyhogy mi mindannyian azt kérjük mennyei anyánktól, szűzanyától, boldog asszonytól, nagyon sok szép megfelelője van, magyar úrnagy asszonyától, hogy életedet karolja föl, kísérje, apostoli munkádat segítse, és mindig a hívek szeretete vegyen körül téged, és mi is gondolunk rád.
imáinkban és pohászainkban. Köszönjük, hogy eljöttél közénk. Nagyon köszönöm. Én is örülök tényleg, hogy találkoztam. Nagyon köszönöm a szolgálatot, felolvasást, az énekkart. Gratulálok nekik, mert nagyon szépen énekelték, és nem ijedtek meg, hogy beleszóltam, hanem tudták folytatni. Úgyhogy ez még külön egy gratuláció, mert ez így jó és így rendes. Köszönöm a gyönyörű könyörgéseket. Nagyon éreztem, hogy ezek úgy belülről, mélyről. Jóisten áldja meg mindazokat, akik ezen dolgoztak és küzdöttek. Mi is botladozunk, én is. Mi is keressük a helyünket. Mi is néha a törvény, az igazságosság az egyháznak is nagyon szigorú törvényei vannak, és feszülünk meg, hogy az élet és a törvény között hol találjuk meg az emberi szeretetnek azt a biztonságát, hogy mégiscsak élhető legyen, és emberi legyen, nem egyszerű, nem könnyű. És pontosan tudom, érzem, hogy akkor most hol is van, és hogyan is tudjuk ezt megélni. Nagyon sok erőt tovább a szolgálatban, és hiszem, hogy önöknek is nagy-nagy erőt ad, nem vagyunk egyedül. Együtt vagyunk, együtt küzdünk, és segíteni egymást. Ez a földi élet legnagyobb titka. Isten így teremtett bennünket, rászorulunk egymásra, szükségünk van egymásra, nekem is a másikra, a másiknak is rám. És ha ezt úgy jó szívvel éljük, akkor az örömünk, a békénk, a mindennapi szép életünk gazdagodik. Jóisten áldása kísérje mindnyájukat. Köszönöm szépen a jelenlétet, a közös imát. Az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek.